Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök az Enigmát, a Fix Televízió geopolitikai magazinját látják. Az orosz hadsereg rögtön a háború első napjaiban elfoglalta a csernobili és a zaporizsiai atomerőműveket. A világ eddig még sosem találkozott azzal a veszéllyel, amit egy harctérré változott hatalmas atomerőmű jelent, de még azzal sem, hogy egy ország elfoglalja egy szomszédos állam atomlétesítményét. Oroszország tehát nem csupán stratégiai atomfegyver bevetésével, de egy kiprovokált atomkatasztrófa rémével is fenyegeti a világot. Mai szakértőnk Dobozi István, a Világbank vezető energiaközgazdásza, személyesen is járt mindkét atomerőműben, és jól ismeri a jelenlegi forró pontokat. Vendégünk Skype-on jelentkezik be az Egyesült Államokból. Szervusz István, üdvözöllek, és köszönöm, hogy létre tudott hozni a kapcsolatot velünk. Én is üdvözöllek, és természetesen a kedves nézőket. Örülök, hogy itt lehetek, mert ez az időszak az életemnek szakmailag talán a legszebb és legfontosabb periódusa volt, és jó ezekről beszélni, annál is inkább, mert nagyon komoly a téma. Úgy tudom, hogy te a 80-as évek óta élsz az Egyesült Államokban, de a 90-es években kaptad azt a megbízást, azt a missziót, hogy vegyél részt a Világbank részéről vezető tárgyalóként a csernobili atomerőmű leépítésében, illetve a problémák kezelésében. Tudnál-e egy kicsit részletesebben beszélni erről az időszakról? Azt mondod, hogy életed egyik legszebb, legkreatívabb időszaka volt. Nézd, Amerikában tanítottam már akkor, és hát mi következett? 1991-ben a csernobili második reaktor, a kettes blokk is, hát nem is felrobbant, tűz kapott. És akkor világos volt, hogy ez nem folytatható tovább, hogy a négyes blokk már felrobbant, és akkor még maradt három blokk, ezeket működtették az ukránok, mert nagyon szükségük volt az áramra. És hát ekkor a Világbank engem meghívott, hogy valamit kell itt csinálni, nagyon szükség van szakemberre az ukrán-orosz energiavonalon, és közben a heteknek a csúcs találkozója Münchenben úgy szintén azt mondta, hogy ez elég volt, valamit kell csinálni ezekkel a kockázatos orosz kifejlesztésű reaktorokkal, és megbízta a Világbankot, hogy dolgozza ki az energiastratégiát és a pénzügyi stratégiát arra, hogy a Csernobilt be lehessen zárni, anélkül, hogy áramhiány lenne, nagyobb áramhiány lenne Ukrajnában, mindig áramhiány volt pénzügyi válság következtében. És hát engem bíztak meg egy csapat részeként, hogy dolgozzam ki ezt a stratégiát, és aztán később én tartottam a hetekkel a kapcsolatot. Tehát nagyon benne voltam a témában, annak, hogy a Világbank egyébként nem foglalkozik nukleáris energiával, azt mondja, hogy ehhez nem értek, de világos, hogy a nukleáris energia olyan fontos volt Ukrajna életében, talán túl fontos is, hogy nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Tehát így nem indult tulajdonképpen az én ukrán történetem, és ezért vagyok még most is benne, és ezért írok erről a témáról. Hol, illetve hány működő és nem működő atomreaktor, illetve atomerőmű van jelenleg Ukrajnában? Nézd, négy atomerőmű van, kettő az ország nyugati határához közel, Magyarországhoz és Lengyelországhoz közel, a Khmelnyicki és a Rovno erőmű, kettő pedig sajnos lent a háborús zónában van. Ugye mindenki ismeri a zaporozsiai erőműnek a kalandját, és van egy közelében egy másik erőmű is, a dél-ukrán erőmű, ami Helszontól körülbelül 100 kilométerre van, tehát nagyon közel a frontvonalhoz, és nem tartom kizártnak, hogy az oroszok előbb-utóbb rávetik a szemüket a dél-ukrajnai erőműre is, aminek a kapacitása fel akkora, mint Zaporozsia. Na most a kérdésedre válaszolva, 15 nukleáris reaktor van. Ezeknek a javarésze nagy reaktorok, nagy teljesítményű, úgynevezett VVR 1000 típusú szovjet reaktorok. Csupán kettő van a kisebb méretekből, a 440 megawattosból, VVR 213-as, amit a Rivnei erőműben használnak. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon fontos reaktor,
nagyon fontos szektorról beszélünk, amelyik a villamos energiatermelésnek a felét adja. Ennél, vagy több mint a felét egyébként, 54%-át, ennél több a villamos energia, az atomerőművekben termelt villamos energiának az aránya csak Franciaországban van, ahol 57%. Tehát nagyon erős. Ukrajnát én úgy szoktam nevezni, hogy középhatalom az atomenergiában. A világon a hetedik legnagyobb atomerő kapacitással rendelkezik. Tehát nagyon komoly. Ukrajnában mindig is volt egy olyan megszállottság a vezetés részéről, hogy atom, atom, atom. És ez most is megvan. Hiába volt Csernobil, hiába vannak gondok egyébként egyes erőművekkel, most is megszállottan vallja a kormány, hogy az atom jelenti a kiutat Ukrajna energia problémáiból. Ugyanakkor ez sérülékenye is teszi az országot az energiaellátás szempontjából, pláne egy háborús helyzetben. Hát én tudom, nyilvánvaló, hogy az atomerőműveket nem harci helyzetre tervezték, de ezt a gyenge pontot most az orosz hadsereg ki is használja. Én nagyon sokáig nem értettem, és bevallom őszintén, most sem értem egészen tisztán, hogy miért kellett rögtön a háború első napjaiban a csernobili, már nem működő, inaktív atomerőművet elfoglalni, illetve néhány héttel később a Zaporizsjeit, ami egyébként, ha jól tudom, Európa legnagyobb atomerőműve. Hogy válaszoljak erre a kérdésre? Persze spekuláció az egész, senki nem tud belelátni Vlagyimir Putyin fejébe, vagy Szergej Sojgu hadügyminiszter fejébe, hogy ezt miért csinálták. A csernobili erőmű valóban nem működik, de ott egyébként működik a hűtőberendezés, tehát ott még változatlanul nagyon érzékeny mechanizmusok vannak, tovább is ott vannak olyan kiégett tüzelőanyagok, amelyeket hűteni kell továbbra is. És természetesen ott van a nagy szarkofág, ez a hatalmas kősír, amit odaépítettek ugye a nemzetközi közösség támogatásával, és 2018-ban átadták. De az oroszok számára, a hadvezetés számára elsősorban Csernobilnak a szimbolikus jelentősége volt nagyon nagy. Egy stratégiai objektum, amit egyébként védeni is kell. Képzeljük el egy olyan helyzetet, hogy megszállják az orosz katonák Csernobilt, annak ellenére, hogy villamos energiát ott nem termelnek, és közben pedig valamilyen szabotázs akció következik be, és akkor őket fogják hibáztatni. A másik pedig az, hogy útbeesve. Tehát, hogy Belorussziából indultak az orosz csapatok, tökéletesen útbeesett Csernobil, és nagyon jó utak vannak. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy logisztikailag sem volt akármi a helyzet. Na azt persze nem tudták az oroszok, hogy alig több mint egy hónap múlva el kell hagyni Csernobilt, mert a Kijevnek a megszállása, tehát a rezsimváltás nem jött be, már semmi értelme nem volt, hogy ott maradjanak. Tehát egy olyan akció volt, aminek elsősorban presztízs jellege volt. Csernobilt is megszálltuk. Ennél érdekesebb a zaporozsiai reaktornak, erőműnek a helyzete. Ők, az oroszok itt úgy szintén itt tulajdonképpen nyilatkozatot akartak tenni, hogy minden stratégiai objektumot átveszünk. Tehát ennél nagyobb stratégiai objektum a Donbass környékén nincs, mint a zaporozsiai erőmű. Világ, Európa legnagyobb erőmű, ahogy te is mondtad, 6000 megawatt, igen jó állapotban vannak a reaktorok, ezeket felújították, élethosszabbító beruházásokat hajtottak végre, biztonsági állapotukat javították. De nagyon fontos volt az oroszoknak, hogy ezt az erőművet átvegyék stratégiai fontosságú, és most már tudjuk, hogy mi a szándék. Az a szándék, hogy az ott termelt villamos áramot áttereljék az oroszok által már eddig elfoglalt területekre, tehát Donyeck és Lugánszk, ahol áramhiány van, és a Krím-félszigetre. Ha pedig az ukránok akarnak vásárolni villamos áramot a zaporozsiai erőműből, akkor fizessenek érte. Tehát nem kell nagyon messzire menni, nem volt egy olyan borzasztóan szofisztikált stratégia, ott volt egy stratégiailag rendkívül fontos objektum, és elfoglalták. Ugyan... Másik pedig a katonai jelentősége. Ne haragudj, még befejezni a katonai jelentősége. Természetesen fejezetként használják. Tehát nagyon jól tudták, hogy ha ott haditechnikát telepítenek oda, és katonákat, 500 katona van egyébként a zaporozsiai erőműnél, onnan lehet lőni,
a környező ukrán célpontokat. Ugye a másik oldalon, a Dnyeper másik oldalán ott van Nikopol, ott vannak nagyon fontos városok, és ezeket lőtt is rendesen, és arra számítanak, hogy úgyse fognak majd visszalőni, mert nem érdemes tönkretenni ezt az erőművet. Ennek ellenére oda-vissza folyik a lövöldözés, senki nem tudja, hogy mi történik, zűrzavaros a helyzet, és ez jogosan nyugtalanítja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, és mindenkit, bennünket és egyszerű állampolgárokat is, mert ez előbb-utóbb katasztrófához vezethet, ha időben nem lépnek. Mielőtt részletesen elemeznénk, hogy milyen jellegű technikai katasztrófához vezethet az, hogy harci cselekmények zajlanak egy aktív atomerőmű területén, ezért összegezzük az eddigieket. Tehát egyrészt van egy energiapolitikai célja az oroszoknak azzal, hogy elfoglalták Európa legnagyobb atomerőművét, Donyeszket és Luhanszkot látják el árammal, illetve elfoglalva a legnagyobb ukrán atomerőművet, maguknak, az ukránoknak is pénzért akarják adni ezen túl az ott megtermelt áramot. A második stratégiai céljuk tehát katonai, ugye onnan, mint egy jól védhető erődből tűz alatt tartják a Dnyeper másik oldalán lévő ukrán csapatokat. De beszélnünk kell a harmadik stratégiai céljukról is, hiszen ez a háború minden korábbi háborút megelőző módon információs és dezinformációs háború is. Én azt látom, hogy mindkét fél alkalmazza az információ és a dezinformáció eszközeit egyaránt, hiszen az zaporizsjai atomerőmű tekintetében is mindkét fél a másik harcoló felet vádolja azzal, hogy ő támadja, illetve veszélyezteti az atomerőművet. Értelemszerűen az oroszok azt állítják, hogy az ukrán csapatok nyugati drónokkal bombázzák az atomerőművet, és ezzel katasztrófát idézhetnek elő. Az ukrán vezetés pedig azt állítja, hogy az oroszok saját magukat támadják, és ugye ott már raktár, illetve logisztikai bázis is földgyulladt, tehát már volt tűz az atomerőmű területén, ami természetesen a nemzetközi közvélemény nyugtalanítására, úgymond terrorizálására is alkalmas. Ezt hogy látod? Nézd, igen, a veszély nem kicsi. Azt lehet mondani, az zaporizsjai erőmű talán a legkorszerűbb a négy atomerőmű közül. A külső védőburkolat nagyon erős, elképesztően nehéz lenne ezt áttörni. Én az egyetlen komoly veszélyt abban látom, ami egyébként Fukushimában is bekövetkezett 1991-ben, hogyha a hűtőrendszer csődöt mond, tehát egy fatális műszaki hiba következik be, a külső hatásra, tehát rakéta lövés hatására, vagy azért, hogy a transzformátorok leállnak, tehát a hűtőrendszerben végzetes hiba történik, akkor úgynevezett reaktormag leolvadás lehet. Ugye ez volt Fukushimában is. Érdekes módon, és nagyon okosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség minden atomerőművi vállalatnál végigment azokon a hibákon, amit Fukushimában elkövettek. És hát természetesen az megtörtént az ukrán atomerőműveknél is, tehát a nagyon távoli veszély, annak az arányát én azt 0,5%-ra se tenném. Az, hogy reaktor leolvadás következik be, annak következtében, hogy a hűtőrendszer csődöt mond. Nem hiszem, hogy ez az oroszoknak érdeke lenne. Az oroszok egyébként, nem említettem az előbb, ezt a barátaimtól tudom, orosz barátaimtól, ők magukénak tekintik ezek az erőműveket. Ezt mi építettük a szovjet rendszerben. Ezek szovjet tervezésű erőművek. Ezek szovjet finanszírozású erőművek. Ezek csak véletlenül kerültek át Ukrajnába. Tehát rendkívül erős a kötődésük ezekhez az atomerőművekhez, ami ugye a szovjet ideológiában ugye a műszaki tudásnak a csimboradzója, a csúcsa. Tehát én nem hiszem, hogy nekik érdekel lenne az, hogy jelentősen károkat okozzanak ebben az erőműben, mert nekik erre szükségük van. Tehát a veszély ott van, szóval nem véletlen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az aggodalma. Az az érzésem, hogy ennek azért előbb-utóbb lesz megoldása, mégpedig az, hogy az ügynökségnek a munkatársait odaengedik, és ki fog derülni, hogy honnan származik a probléma. Az ukránok sem véletlenek. Egyértelmű, hogy megpróbálják onnan az oroszokat kizavarni. Márpedig ezt nem lehet másképpen, mint célzottan, drónokon keresztül,
vagy pedig szuper precíz rakétákkal ott lőni az oroszokat, ahol nem okoznak kárt a reaktorokban és a kiegészítő épületekben. Ne felejtsük el azt, hogy egy komoly veszély, a másik komoly veszély az, hogy az aporozsai erőműben ideiglenesen tárolják a kiégett fűtőanyagokat is. Most az egy komoly veszély. Tehát nyilvánvalóan ezeket védeni kell, és az nem lehet, hogy a rakéták a létesítmény területén becsapódnak, vagy fölötte repülnek. Tehát ezt meg kell oldani. Szerintem ennek lesz megoldás. Így ezt nem lehet ezt tovább csinálni. Mi lehet az oka annak, hogy egyik fél sem, tehát nem csak az oroszok, az ukránok sem akarják jelenleg beengedni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértőit a területre, amire úgy reagál a NAU, hogy átláthatatlan és kaotikus helyzetben van most az atomerőmű? Nézd, kezdjem az ukrán állásponttal. Az ukrán álláspont az, hogy ha beengednék oda a NAU munkatársait egy misszió keretében, akkor tulajdonképpen legitimizálnák a kialakult helyzetet, hogy az oroszok átvették az erőmű fölötti rendelkezést, tehát ezt el kell kerülni, tehát nem szívesen engednek be egy harmadik felet, hogy legitimizálják az oroszoknak a fölényét. A másik pedig az orosz álláspont változóban van. Az oroszok már nem zárkóznak el attól, hogy delegáció, NAU delegáció látogasson Zaporozsében, ez új hír. Lehet, hogy azért mondják ezt, mert tudják, hogy az ukránok ezt meg fogják akadályozni. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy lesz egy látogatás, és fog derülni az, hogy minden két fél hibás. Én ezen a ponton beszélnünk kell arról, hogy az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynöksége évtizedeken keresztül nagyon sok problémát talált az ukrán atomerőművekben. Tehát te mondod, és nyilván igazad van, hiszen saját szemeddel láttad ezeket az atomerőműveket, és pontosan tudod, hogy az ukrajna energiaigényének az 50%-át atomenergiával fedezik, tehát rendkívül nagy a stratégiai jelentősége és a gazdasági jelentősége az atomerőműveknek. Ennek ellenére a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számos problémát talált és jelzett Ukrajnának már legalább 20 éve. Mik ezek a műszaki jellegű problémák, és tulajdonképpen az Enerhoatom, az Ukrán Energia Ügynökség is számos esetben panaszkodott ezekre a problémákra? Nézd, nincs olyan atomerőmű, működő atomerőmű, ahol ne lehetne találni problémákat. Tehát műszaki problémákat, biztonsági problémákat. Ukrajna esetében több volt a szokásosnál. Hát nagyon sok példát lehetne felsorolni, de nem akarom mindegyiket. Ugye az első az volt, hogy úgy érezték, hogy nincs az ukrán atomerőművekben a vészhelyzetre kialakult forgatókönyv. A műszerezettségük ezeknek az erőműveknek nem olyan, hogy lehessen látni a forrását a problémának, és ez hogyan halad, terjed az erőműben. Nagyon fontos másik kérdés az, hogy a fukushimai probléma elleni védekezés, tehát hogy a reaktor tartály, nehogy már kiukadjon annak következtében, hogy egy üzemzavar bekövetkezett. Tehát ennek a kezelése. A másik pedig a NAU kifogásolta többször is az, hogy az erőművi blokkokat nagyon gyorsan meghosszabbítják. Tudod, ezek 30 évre tervezett blokkok, ezek a VVR 1000 típusú szovjet reaktorok, tele van ezzel Ukrajna. Ezeket meg lehet hosszabbítani 10-15-20 évre, és Ukrajnában a nagy áramhiány következtében ez a meghosszabbítása még egy nagyon-nagyon bonyolult procedúra, túl könnyen ment. Tehát voltak olyan feltevések, hogy nyilván kormánynyomásra, és hát ne fejjük az, hogy az ukrán atomcég, ez nagyon-nagyon nagy cég, állam az államban. Tehát nyomást tud gyakorolni a szabályozó szervezetre, hogy hosszabbítsák meg. Mindegyiket meghosszabbították. Például az Aporozsében, ugye 6 reaktor van. Abból már 5-nek az élettartamát meghosszabbították, 10-15 évre, meg lehet egyébként 20 évre is. Tehát itt talán túl könnyen ment az akció, mert minden élet meghosszabbító döntésnél nagyon fontos elemezni azt, hogy közben milyen
biztonságjavító intézkedéseket hozzanak. Ukrajnában a nagy probléma az, hogy nincs elég pénz. Tehát az Atomenergo, az állami cég állandó pénzgonddal küszködik. Rendkívül el van adósodva. És én ezt szoktam mondani, nincs atomerőműi biztonság olyan országban, ahol a nemzeti atomvállalat pénzügyileg gyenge, és el van nyakig adósodva. Tehát ennek következtében a nyugatiak úgy segítettek, Euratom, az Európai Uniónak az atomcége, atomfinanszírozója, aztán az EBRD, az Európai Bank, aztán később az amerikaiak úgy próbáltak segíteni, hogy vagy adományokat adtak, pedig nagyon kedvezményes hiteleket. Ugye ezeket a beruházásokat, tehát az élethoz kiterjesztő beruházásokat és a biztonsági javító intézkedéseket meg lehessen hozni, meg a kapacitásfejlesztő beruházásokat is. Tehát, hogy a népkapacitás fölött nagyobb kapacitással működjenek ezek az erőművek. Na, ez Zaporozsében működött, de most egy kritikus helyzet fog előállni pár év múlva, mert ez már a meghosszabbított, 10 évvel meghosszabbított reaktoroknak is lejár a üzemideje. Tehát megint fölmerül a probléma, akkor mit csináljunk? Most mennyire hosszabbítsuk meg? Egy ponton túl egy atomerőművet be kell zárni véglegesen. És akkor persze ugye következik a decommissioning, a szétszerelés, ami nagyobb költsége jár, mint a felépítés. Tehát azt mondom, Tamás, hogy igen, vannak fenntartások, de Paksal kapcsolatban is vannak fenntartások, bármikor a NAU delegációja meglátogatja, nincs olyan erőmű nyugaton sem, amelyekkel kapcsolatban ne lehetne észrevételeket tenni. Én csodálom az ukránokat azzal kapcsolatban, hogy ilyen bonyolult pénzügyi helyzetben az erőműveik működnek, és Csernobil óta nem volt egyetlen komoly baleset sem. Említetted, hogy az atomerőművek élettartamának vége a bezárás. Hát, ha jól tudom, de javíts ki, ha tévedek, István, hogy a csernobili atomerőmű bezárását éppen te javasoltad főtárgyalóként a Világbank részéről, hogy 2000-ben zárják be véglegesen a csernobili atomerőművet, ami meg is történt. Úgy tudom, hogy a jelenleg működő 4 ukrán atomerőmű egészen más technológiával készült, mint a csernobili. Igen, hát ezek ugye RBMK-típusú grafit moderátoros reaktorok voltak, ezeket eredetileg katonai célra fejlesztették ki az oroszok, és ennek a nagy strukturális, konstrukciós hibája az, hogy a grafit gyúlékony. Hogyan lehet moderálni a láncreakciót föntartani egy olyan anyaggal, ami maga is gyúlékony? És a grafitnak nagyon komoly szerepe volt abban, hogy ez a robbanás bekövetkezett, és a balesetből ilyen nagy gond származott egész Európa számára. Tehát ezek az új erőművek már ezek vízhűtésűek, nyomott vizes reaktorok, tehát ebben ilyen baleset ezekben nem fordulhat elő. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy ezek már jó konstrukció erőművek, tehát ezzel kapcsolatban mond nem az, hogy ilyen balesetben következhet. De visszatérve a kiinduló pontra, én nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. Nem én találtam ki a bezárásnak az időpontját egyedül. Az történt, hogy a hetek azt mondták a Világbanknak, egy nyilatkozat formájában, nem csak a Világbanknak, az egész világ közvéleményének, hogy márpedig Csernobilt az ismétlődő balesetek következtében be kell zárni, mert közegészségügyi veszélyt jelent egész Európa számára. Első számú közegészségügyi veszély. Na, Világbank, oldjátok meg ezt. És a nyilatkozatban az volt, a müncheni nyilatkozatban, hogy be kell zárni, amilyen gyorsan csak lehet. As soon as possible, ez volt az angol kifejezés. És akkor nekünk kellett kitalálni, mit ért ez alatt a hetek. London, Washington, Tokió, mit értenek azon, hogy amilyen gyorsan csak be kell zárni. És mi össze hárman a csapat, összedugtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy reálisan ez 2000 lehet. És én tájékoztattam az ukrán vezetőt, az Atomenergónak akkori vezetőjét, Nigmaturinnak nevezték, hogy mi azt szeretnénk, hogy 2000-ben történjen a bezárás, lehet, hogy előbb akarja a hetek, de hogyha teszünk egy konstruktív javaslatot, akkor ez bekövetkezhet. És mi történt?
Másnap bejelentette az ukrán kormány, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 2000-ben bezárják a teljes erőművet, a Csernobil erőművet, és csak az a játék maradt meg nekik, hogy január 1-én zárják be, vagy pedig december 31-én. De ezt mi tudatosan meghagytuk, ez az intervallumot, hogy ezen belül az ukránok döntsenek, hogy mikor. És végül 2000 decemberében történt a végleges bezárás. Tehát volt egy ilyen érdekes személyes kapcsolódás ez a témához, mert mondom, nagyon nem volt precíz a csúcs találkozónak a nyilatkozata, és akkor az ukránoknak egyébként nem volt a kormánynak nagy lehetősége. Amit mondtak a hetek, nagyon függtek pénzügyileg is tőlük, azt elfogadták. Csak ki kellett alakítani a pontos menetét ennek, hogy mikor legyen. A világ 7 vezető atomhatalma miért a Világbankra bízta ezt a feladatot, hiszen te is említetted már a bevezetőben, hogy ez nem ennek a pénzügyi szervezetnek a profilja. Igen, nézd, azért bízták ránk együttműködve az Európai Bankkal, a Nemzetközi Energiaügynökséggel és a NAU-val. Tehát, de a Világbank volt a vezető. Tehát a Világbankra bízták a vezetőszerepet, az összes tanulmányt ezekre az országokra, melyik nem csak Ukrajnáról volt végül szó, hanem minden olyan államról, ahol hasonló kockázatos atomerőművek működtek. Tehát még Szlovákia is benne volt egyébként, Örményország, Oroszország, Litvánia, Bulgária is. De hát egyértelműen Ukrajnára koncentráltunk. Azért bízta ránk ennek a munkának a vezetését a hetek, mert a Világbanknak volt a legnagyobb áttekintése az egész energiaszektorra. Mi mindig azt mondtuk a heteknek, nem lehet csak bezárni az erőművet Csernobilban, és nem gondoskodunk a helyettesítő beruházásokról. Mi javasoltuk azt, hogy ennek pótkapacitásokat kell létrehozni, már pedig az ukránok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez atom legyen, és a Chmelnyicki atomerőműnél és a Rovnói atomerőműnél valóban 2000 megawatt kapacitást sikerült befejezni, pont annyit, mint amit Csernobillal vesztettek az ukránok. Tehát nagyon nagy játék volt itt, és ezt persze meg kellett a nyugatnak finanszírozni, mert az ukránoknak semmi pénzük nem volt. És hát a Világbanknak van pénze, de ezt nem szoktuk atomerőműre fordítani, hanem tovább ilyen kisegítő, hagyományos energiavonalon viszont nagyon masszívan beszálltunk, és komoly beruházásokat hajtottunk végre Ukrajnában, amiben szintén részt vettem. Szovjetunió és utódállamaként Oroszország a világ legnagyobb atomerőmű exportőre. Te is említetted, hogy az oroszok a sajátjukénak tekintik az ukrajnai atomerőműveket is, mondván, hogy ezt mi építettük, ez a mi technológiánk, ez a miénk. Meglátásod szerint mekkora a függés Oroszország felé, tehát technológiában, logisztikában, fűtőanyagban, hulladékkezelésben és mindenben mennyire függenek az oroszoktól? Tudom, hogy ezt most éppen meg akarják változtatni, de hogy eddig a pillanatig mennyire voltak kiszolgáltatva az oroszoknak? Nagyon. Egyébként annak ellenére, hogy Ukrajna, az ukrán kormány törekedett a majdnem teljes nukleáris fűtőanyag ciklus kiépítésére. Ezen kívül Ukrajnának nagyon komoly feldolgozóipara van, amelyik az atomra orientálódik. Hát ne felejtsük azt, hogy például a paksi erőműben a turbinákat Harkovban gyártották. Tehát, és most is folyik a turbináknak a korszerűsítése Pakson. Tehát a turboatom, amelyik ukrán cég, az komolyan részt vesz a magyar paksi erőműnek a korszerűsítésében is. De a kérdésedre visszatérve, vannak ukrán képességek ezen a területen, Ukrajnának van saját uránium érce, saját uránium érce termelik ki, és használják, de ezeket nem tudják nukleáris fűtőanyaggá változtatni. Ezért ezeket kiküldték Szovjetunióba, később Oroszországba, ahol a Tvel nevű céggel nagyon komoly kapcsolatot alakított ki az atomenergió, és ez nagyon is jól működött. Ahol nem tudták a kiégett tüzelőanyagot tárolni, már pedig a legtöbb helyen nem tudják, Zaporozsia ebből szempontból kivétel, azokat elküldték az oroszoknak,
és hogy ott kezeljék, feldolgozzák, vagy pedig tárolják véglegesen. Na most ez a kapcsolat megszakadt. A nagy törés 2014-ben volt, amikor az oroszok megszállták Krím-félszigetet. Világos volt akkor az ukrán vezetés számára, hogy Oroszországgal minden területen lazítani kell a kapcsolatot. Most pedig a legújabb törés, azt lehet mondani, hogy végzetes törés a két ország atom kapcsolatában, de most következett be 2022. februárjában, amikor a ukrán vezetés elhatározta, hogy mindenféle kapcsolatot meg kell szakítani az oroszokkal. Na és kinyert ezen az amerikaiak. Ami a Rosatom volt az ukrán atomenergetikában, az most a Westinghouse lett. Teljesen azt mondja, hogy Westinghouse átvette a Rosatomnak a szerepét minden szempontból. A fűtőanyag ellátásban, tehát fűtőanyag celláknak a szállításában, azután a új erőműveknek az építésében, a befejezetten erőműveknek a befejezésében, három ilyen atomerőmű van, amit be kell az ukránnak fejezni, ebbe is beszállt a Westinghouse, és természetesen a kiégett tüzelőanyagoknak a kezelésében. Tehát a Westinghouse nagyon masszívan benn van most a ukrán atomenergetikában, az amerikai kormány teljes támogatásával, és 9 reaktort akarnak felépíteni, befejezni és felépíteni, amiben a Westinghouse vinni a prímet, a vezető szerepet, és hát ennek az összegét, hagyd ne mondjam, hát 30 milliárd dollárra testálják, amit az Exim Bank, ugye az amerikai kormánynak a exportot finanszírozó bankja ugye megfinanszírozna. Az Exim Bank akkora kölcsönt, hogyha piacról nem lehetne finanszírozni, mert a hitelezőnek a hitelképessége túl gyenge. Hát tessék elképzelni, hogy milyen gyenge fizetőképessége van az atomenergiónak. El vannak adósodva. Ennek az amerikaiak vállalják azt, hogy a 9 új reaktort felépítik 2040-ig, ezzel megduplázzák a jelenlegi atomerőművi kapacitást, és gyakorlatilag amerikai technológiával és amerikai finanszírozással. Tehát óriási a váltás itt. Orosz dominancia helyett most amerikai dominancia lesz. De hát ez volt a célja az ukrán kormánynak, mert nyilvánvalóan meg akarnak minden kapcsolatot szakítani, és már meg is történt az oroszokkal. Ez a legnagyobb paradigmaváltás, azt mondom, az ukrán atomenergetikában. Ez már érlelődött. A Westinghouse nem most került be az ukrán atomszektorba, de hát például tavaly még mind a kettő szállította a fűtőanyag cellákat. És a Westinghouse-nak a részaránya 50% volt, az oroszoké pedig 70%. Ez most ebben az évben valószínűleg nullára fog esni az orosz arány, ha nem idén, de jövőre biztosan. Ez egy fölmérhetetlenül nagy stratégiai váltás, energiastratégiai és politikai váltás is, érthető is, és beleilleszkedik Ukrajna nyugatos orientációjába, tehát mind a NATO partnerségi, mind pedig az Európai Uniós integrációjába. Ugyanakkor, tehát említetted a párhuzamot a Rosatom és a Westinghouse között, hadd kérdezzek rá, hogy a Westinghouse is hasonlóan közel áll az amerikai államhoz, mint ahogy a Rosatom gyakorlatilag orosz állami atomenergiaügynökségnek tekinthető, vagy ez egy teljesen független magáncég? Nézd, magáncég, de hát tudjuk azt, hogy az ilyen nagysúlyú magáncégeknek ugye megvannak a politikai kapcsolatai és szerepe, súlya. Hát a Westinghouse nem csak egy szokásos, egyszerű kis amerikai vállalat, mert ha az atomenergiában vagy, mert önmagában különleges súlyt és fontosságot ad a vállalatnak, én ezt tudom, hogy itteni kapcsolatomon keresztül is, hogy teljes kormánytámogatással folyik. És az ukránoknak a teljes egyetértésével. Az Exim Bank nem ad senkinek sem 30 milliárd dolláros hitelkeretet. Ez elképzelhetően a legnagyobb Exim Bank hitelkeret, amit bármely országnak felajánlottak. Tehát tudjuk, hogy Ukrajna nagyon fontos az Egyesült Államok számára geopolitikailag, azt szeretnék, hogy Ukrajna győzne az oroszok ellen, tehát itt azt lehet mondani, hogy semmi sem drága az amerikaiaknak, hogy az oroszokat kiszorítsák ebből a nagyon fontos stratégiai ágazatból, és saját maguknak hatalmas piacot teremtsenek.
Mert az ukránok nem szállnak az atomenergiáról, hogy mondtam neked, az új vezetés ugyanan megszállott az atomenergiával kapcsolatban, mint korábbi, mindegyik korábbi. Ezt nehéz értelmezni, de valószínűleg ennek nagyon sok történelmi, meg érzelmi oka is van. Ugyanakkor a másik 50%-ot azért diversifikáltan állítják elő, hiszen vannak Ukrajnának szenes széntüzelésű erőművei, vannak szél erőművei, vannak víz erőművei, vannak alternatív megújuló energiaforrásokat használó erőművei is, és hát igazából az igazi nyugati orientáció az a szemléletváltás lenne, hogy ezekre kerüljön nagyobb hangsúly, és a hagyományos energiaszektor pedig ugye háttérbe szoruljon, de úgy tűnik, hogy amerikai noszogatásra inkább csak növekszik az atomenergia jelentősége. Jól látom ezt? Nagyon jól látod. Megfigyeltem, amikor beszélgettem az atomosokkal Ukrajnában, amikor ott dolgoztam, hogy csodálattal tekintenek Franciaországra. Franciaország ugye az atom nélkül nem lehet tárgyalni semmit, sem az atomenergia nélkül. 70%-át a villamosenergiának atomerművek állítják elő, ez nagyon jó a globális felmelegedés szempontjából, és Franciaország élen járó az atomtechnikában. Az ukránok mindig csodálattal néztek a franciákra. Most nézzük az új helyzetet. Ukrajnának a szénerőművei körülbelül egyharmadát a villamos energiatermelésnek szenes erőművekben állítják elő. Csak hol a szén? A szén ott van, ahol a harcok folynak, Donbassban, amit az oroszok már elfoglaltak. Jártam Donyeckben, az a Donbass szénbányászatának a központja, Donyeckben. Ez már ugye orosz város. Tehát onnan már sok szenet nem fognak kapni, ha csak nem fizetik meg. Tessék elképzelni, hogy Ukrajna nagy szénexportáló ország volt, ma a szénének a felét importálja. Néha még Dél-Afrikából is elképesztő drágán. Tehát nyilvánvalóan a szénre már nem lehet támaszkodni. Tehát mi fogja a szenet kiváltani? Nem a zöld energia, nem a vízenergia, mert a vízenergia készleteket már nagyjából kihasználták. 5%-át állítja elő Ukrajna vízenerőművekben a villamos energiának. Gáz, hát az oroszoktól gázra nem nagyon számíthatnak, vagy csillagos áron, és a hazai gáztermelés, mert van ilyen Ukrajnában, nem nagyon növelhető. Van náluk is ilyen palagáz, de hát annak a kitermelése azt lehet mondani, hogy gyerekcipőben jár. Tehát megint mi marad a megoldásra, az energia megoldására? Az atom. És az új 9 erőmű reaktor, amit be akarnak építeni, abból 3 befejezés lenne, ez megoldaná a problémájukat, csak ezt lehet ennyi összegből finanszírozni, hogy ezt lehet Ukrajnán belül műszakilag is megvalósítani, ez nyitott kérdés. De mondom, egyértelműen az atomenergiára tettek, és ez a háború is ugye azt igazolja számukra, hogy nem szabad a hagyományos energiaorozókra támaszkodni, se az olajra, se a szénre, és hát a megújulókban pedig egyáltalán nincs akkora potenciál, hogy ezek a nagy gondokat megoldja. Úgyhogy valószínűleg Ukrajnából nem csak középhatalom lesz atomenergiában, hanem nagyhatalom, hogyha így folytatódik így folytatódnak a tendenciák. És hadd mondjak még valamit, ebben nagyon támogatja Ukrajnát nem csak Amerika, hanem Európa is. Tehát nagyon komoly támogatást kapnak az Európai Uniótól, az Euratomtól, ugye az Európai Uniónak a szertmányi atomenergia bankja, és az Európai Banktól is. Tehát nagyon komoly a támogatás, amit Ukrajna élvez, részben azért, mert ugye ismerik az orosz nyomást, és az, hogy szeretnék, hogy Ukrajnából egy olyan állam legyen, aminek az energiafüggetlensége szilárd alapokon áll, már pedig ez az atomenergiát jelenteni. Ugyanakkor közben megpróbálják vertikálisan kiépíteni a nukleáris fűtőanyag ciklust. Tehát kihasználva azt, hogy van uránuk, van feldolgozóipari kapacitásuk, és például a tüzelőanyag kazettákat a Westinghouse-szal közösen, vagy pedig más nyugati várossal közösen próbálják előállítani. És folytatnak a sort, tehát nem adták fel azt a célt, hogy Ukrajnának legyen egy atomerőmű ipara, ami nagymértékben független.
Feltéve, de meg nem engedve, hiszen te magad is mondtad, hogy rendkívül alacsony ennek a kockázata, de ha mégis úgy alakulna, hogy katonai csapást szenvedne el, vagy olyan technológiai katasztrófa állna elő, amitől a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tart, ez milyen egészségügyi kockázattal járna az ukrán lakosság, Oroszország, Európa, illetve a magyar lakosság számára? Nézd, Tamás, én ezen a területen a szakértőkre hagyatkozok. Amiket nyilatkozókat eddig láttam, azt mondják, hogy itt nem lenne Csernobil-típusú veszélykockázat, tehát hogy a robbanás esetén ott robbanás volt. Azonnal a levegőbe került ugye a sugárzás, a szennyező anyagok, és a szél sodorta Európa szerte. Ezeknek az erőműveknek nagyon komoly külső védőburkolata van. Tehát nagyon nehéz lenne ezt áttörni. A zaporozsi erőműnek a blokkjaira, hogyha ráesik egy repülőgép, azt is kibírja. Ne próbáljuk ki, nem szeretném, hogyha bekövetkezni, de ez úgy van tervezve, hogy egy repülőgépnek a becsapódását is elbírja. Ugye a Csernobil esetében az volt a probléma, hogy nem volt külső burok. Abban a pillanatban a robbanás a szabad levegőben kötött ki, és tudjuk, hogy mivel jár. Tehát én azoknak a véleményeknek hiszek, amelyek azt mondják, hogy ha netán lenne is, nagyon kicsi a valószínűsége, akkor sem várható a helyi regionális hatásokon kívül nagyobb sugárzási veszély. Közben egyébként ugye a reaktor tartályok, ugye, ha van egy leolvadás, tehát a reaktor mag leolvad, akkor a nagy baj akkor van, hogyha nem tudja ezt a reaktor tartály megtartani, hanem azon a rendkívül magas hőmérsékleten, ugye gyakorlatilag áttör a láva, és nagyon nagy veszélyt tud kialakítani. Ez a Fukushima-nak a problémája. Egyébként azóta a NAU mindegyik tagországgal tárgyalt arról, hogy hogyan kellene ezt a problémát is kezelni. Ugye az az érzésem, hogy ezen a területen is van haladás, és mondom, én számomra a csodálat tárgya az, hogy az ukránok ilyen nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben milyen jó állapotban tartják az atomerőműveiket. Amit az is mutattam más, hogy a úgynevezett terhelési százalék, ez egy technikai kifejezés, mert abban az atomerőműben, amiben állandó gondok vannak, le kell állni azért, mert a nyomás lecsökkent, le kell állni akármilyen oknál fogva, ott azt lehet mondani, hogy a teljesítmény, a névleges teljesítménynél jóval alacsonyabb a kibocsátás. Tehát ugyanilyen load factornek nevezik angolul, tehát a terhelési százalék, az ukránoknál 75%. Nagyon magas. Tehát ha bajok vannak, akkor ez az arány nagyon alacsony, mert állandóan javítani kell, le kell állítani, mert veszély van. Rendbe kell hozni a problémákat. Az ukránok egyébként nagyon jó ebből a szempontból a helyzet. Ezt még a NAU is megdicsérte, hogy de nem kívül sok fejlesztés volt. Nagyon sok biztonságjavító intézkedés az európaiak segítségével, az Euratom, az EBRD, az Európai Bank segítségével, és most jön az amerikai segítség. Összehasonlításképpen esetleg meg tudnád-e mondani, hogy Paksnak mekkora ez a terhelési százaléka, ez a hatékonysága? Azt hiszem, hogy 80%. 80%. És Paks is egyik a legjobban teljesítő erőműnek számít. Nem a pontos adatot mondtam, de 80% körül van, lehet, hogy 82%. De nagyon jó. Általában elégedettek a NAU-nél a Paks teljesítményével. Most beszéltünk itt a Enerhoatom és a Westinghouse által kötött szerződésre. Ezek nyilván nem titkos szerződések, ezek nyilván ismertek nemzetközileg. Nyilvánvaló, hogy az oroszok is tudnak róla. Ezeknek a fényében, tehát látván azt, hogy elveszítik ezt a hatalmas üzletet, a Rosatom gyakorlatilag kiszorult Ukrajnából. A Westinghouse benyomul a helyére, az amerikaiak bejönnek az oroszok helyére. Azt a stratégiai potenciált, amit most birtokolnak a zaporizsiai erőmű katonai birtoklásával, véleményed szerint hogyan tudják a javukra fordítani, illetve milyen céljaik lehetnek a másik három működő atomerőművel kapcsolatban? Nézd, nekem az az érzésem, hogy
a dél-ukrajnai atomerőművet, ami mondtam, nagyon közel van Hersonhoz, és három reaktor van ott, tehát fel akkora kapacitása, mint Zaporozsjénak. Az az érzésem, hogy az már a célkeresztben van az oroszoknál. Tehát, hogyha folytatódik a déli hadjárat, tehát az oroszok el akarják azt a célt érni, hogy Ukrajnából szárazföldi országot csinálnak, tehát elmennek egészen Odesszáig, nem lesz könnyű, útközben ott van megint egy nagyon fontos erőmű, a dél-ukrán erőmű. Én szerintem azt is el fogják foglalni, ha eljutnak odáig. Ez nagyon fontos. Hadd említsek egy másik pontot, hogy az oroszok itt tényleg nagyot veszítettek azzal, hogy az atomenergiával itt játszanak, és veszélyes helyzetet teremtenek. Na, adjuk figyelmen kívül az a szempontot, hogy lehet, hogy az ukránok is lövöldöznek Zaporozsjéra. De itt Oroszország követte el az eredendő bűnt, egy idegen országnak az erőművét elfoglalta, és gyakorlatilag katonai irányítás alá helyezte. Hát ez a világon sehol senkinek nem tetszik, nyilvánvalóan ennek a veszélyeivel mindenki tisztában van. Nem véletlen most már, hogy azok az országok, azoknak egy része, amelyeknek a Rosszatommal új atomerőmű építésére aláírt szerződésük van, azok kezdik átgondolni ezt. Finnország már lemondta. Tehát egy nagyon fontos jelzés volt, hogy a finnek teljesen lemondták a Rosszatommal az új atomerő építésére vonatkozó szerződést, most tavasszal, ami súlyos arcvesztés és csapás az oroszok számára. És akkor még ott vannak olyan országok, mint Egyiptom, India, Törökország, és folytathatnám a sort, persze Magyarország is benne van ugye ebben a listában. Tehát ez nem tett jót az oroszoknak. Itt az orosz atom energetika azt lehet mondani, hogy súlyos presztízsveszteséget szenvedett. Az oroszok valóban tűzzel játszanak, amikor az atommal játszanak, és harcteret csinálnak egy működő atomerőműből. Tehát ebből nem jönnek ki jól az oroszok, az biztos. Akkor nézzük meg Washington céljait is közép, illetve hosszú távon. Véleményed szerint mik lehetnek az amerikai vezetés céljai közép, illetve hosszú távon az ukrán energiapolitikával, illetve az ukrán gazdasággal kapcsolatban? Én inkább azt mondanám, hogy mi az amerikai cél, külpolitikai cél a geopolitikában. Ez mindent előz. Ugye, ha belegondolunk, és utána visszatérek az energiakérdésre. Egyébként az energiakérdés nagyon egyszerűen el lehet intézni az, hogy nagyon tetszik az amerikai vezetésnek, Washingtonnak az, ami jelenleg folyik. Tehát az oroszoknak visszorítása az ukrán energiaszektorból, de különös az atomenergiaszektorból, ami gyakorlatilag majdnem befejeződött. És hát megvan a helyettesítés, Westinghouse-ről már beszéltünk. Mit akarnak az amerikaiak Ukrajnában? Tehát föl lehet ezt a kérdést tenni, hogy mit akarnak az oroszok Ukrajnában, azt nagyjából tudjuk. Az amerikai kezdetben arra törekedtek, hogy megakadályozzák Ukrajna nagy vereségét. Tehát, hogy Ukrajnát ne érje nagy vereség, ehhez támadó fegyverek helyett, ugye védekező fegyvereket ajánlottak nekik, igen, sokat kaptak. De amikor aztán kiderült, hogy az orosz célok, az ambiciózus célok valójában nem valósíthatók meg, tehát rendszerváltás Kijevben, egész országnak az elfoglalása, és az ukránok messze jobban teljesítettek, mint az várható volt, és fölmerült az az ukrán győzelemnek a lehetősége. Tehát az amerikai vezetésnél most van egy olyan paradigmaváltás, hogy nem arra kell berendezkedni, hogy ukránt a védelemben támogassuk, hanem abban, hogy az ukránokat a támadásban támogassuk, tehát elérhető legyen Ukrajna győzelme. Egyébként ez egyik másik amerikai vezető már ki is mondta, hogy például Lloyd Austin, a hadügyminiszter, hogy Oroszország meggyengítése a cél. Tehát az amerikai számára reális célá vált az, hogy ebből Ukrajna nem vesztesként kerül ki, nem fogja elveszíteni az egész országot, az egész területet, valószínűleg kormányváltásra se fog sor kerülni, el fogja veszíteni a területének egy részét, Krímet valószínűleg már nem lehet visszaadni, visszanyerni az oroszok részéről.
Tehát van egy olyan felfogás az amerikai felfogásban, ami már úgy változik, tudod? Na, a másik, amit szeretnék még mondani befejezésül, hogy az orosz háború Ukrajnában az amerikai számára Kína szempontjából is nagyon fontos. Ugye ne felejtsük el, hogy a háború előtt, februárban meghirdetett háború előtt pár héttel kötötte meg Kína és Oroszország a stratégiai egyezményt. Ezt nem nevezték stratégiai egyezménynek, de valójában ez az volt, amelyben korlátok nélküli együttműködést ajánlottak föl egymásnak. Tehát ez az amerikaiakat nagyon zavarta, hogy egy olyan szövetségi rendszer alakul ki két nukleáris hatalom között, ami az amerikai érdekeket zavarhatja, különösen Ázsiában, Kínával kapcsolatban. Tehát az amerikaiak számára egyáltalán nem rossz, ha Oroszország belerokkan ebbe a háborúba, az ukrán háborúba. Mert akkor Kínának lesz egy gyenge szövetségese, egy gyenge partnere, amit valószínűleg támogatnia kell majd Kínának, ahelyett, hogy Oroszország képes lenne Kínának megadni azt a támogatást, ami Kínának szükséges a távol-keleti céljainak az eléréséhez. Tehát az amerikaiak számításában egyértelműen benne van az is, hogy ez egy a háromszög, stratégiai háromszögben egy nagyon fontos játék, ami a Ukrajnában kialakult, és itt Oroszországot el lehet gyengíteni, és annak következtében a kínai orosz szövetségből sem lesz különösebben más, mint egy béna kacsa. Tehát kicsit túlozva. Tehát az amerikai célokra még egyszer összefoglalva az jellemző, hogy változik, alkalmazkodnak, nem véletlen, hogy támadó fegyvereket adnak, nem véletlen, hogy most már F-15, F-16-os gépekről is szó van, eleinte csak védekezés. Szó van arról, hogy a hajmárokat, a 700, hogy mondjam, a jelenlegi 70 kilométer, 75 kilométeres hatósugáról kiterjeszteni 300 kilométerre. Nos, ezek új változások az amerikai politikában, miután ráéreztek arra, hogy Ukrajna netán még győzhet is. Tehát nagyon-nagyon kedvezőtlen az oroszok szempontjából ez a helyzet. Ez viszont fölveti a veszélyt az eszkalációnak. Tehát, hogyha az oroszok úgy érzik, hogy az amerikaiak tényleg itt módosítottak, és az amerikaiaknak az a célja, hogy Oroszország vereséget szenvedjen, akkor az oroszok eszkalálni fognak, és nem lehet kizárni azt, hogy hozzányúlnak a végső fegyverhez, hogyha ennek nincs más megoldás. Tehát nagyon függ attól, hogy az amerikaiak mit lépnek az elkövetkező hetekben, hogyha nagyon erős újabb támadó fegyvereket szállítanak Ukrajnába, amit kiegészítenek a nyugat-európaiak, akkor az oroszok nehéz helyzetbe kerülhetnek, és nem kizárt, hogy változtatnak. És egy záró gondolat, ugye új elem az, hogy az ukránok most már Krím-félszigetet is támadják. És olyan területet, mint az oroszok, azt úgy tekintik, hogy szuverén része Oroszországnak. Na, és mi lesz akkor, hogyha elkezdik támadni Oroszországot? Oroszországban telepített haditechnikát. Tehát ez az eszkaláció, amiről beszélek, hogy lesz ilyen szuper eszkaláció, akkor az oroszok nem kizárt, hogy fognak nyúlni a taktikai nukleáris fegyverhez. Kicsivel kezdve, ijeszgetve, de az eszkaláció elvezethet ide is. Mert eszkalál a másik fél is. F-15, F-16-os vadászgépek az teljesen más, mint drónokat szállítani Törökországból Ukrajnának. Doboz Istvánnak, a Világbank egykori vezető energiaközgazdászának nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Egészen egyedi szempontokat vetettél föl a hatalmas tapasztalatodnak és szakmai tudásodnak köszönhetően. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Viszontlátásra! Nézőinktől is elbúcsúzzunk. Ennyi volt az Enigma mára. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket a képernyők előtt a megszokott időben, illetve a YouTube csatornánkon, az archívumunkban. A viszontlátásra!